Senkinek sem esik jól a fájdalom, a rossz közérzet, a láz és a hasonló tünetek. Azonban, ha már elkaptunk egy betegséget és nincs visszaút, akkor igyekszünk minél hamarabb túltenni magunkat ezen az állapoton. Ebben vannak segítségünkre a ma már természetesnek számító antibiotikumok, azonban sok esetben az adott betegség nem indokolja szedését. Antibiotikumot szoktak a betegek nagyon követelni, nem feltétlenül csak akár tudatlanságból, hanem türelmetlenek, hogy már másfél napja fáj, már egy egész napja hőemelkedése van, hát hamar-hamar gyógyuljunk meg. Azt kell mondjam, hogy a panaszok 70-80%-a mögött vírusok állnak, tehát virális infekcióról van szó. Ezekre az antibiotikum nem hat, és ráadásul a gyógyulás idei sem tudom megrövidíteni. Tehát szokták régen mondani, hogy gyógyszerrel 7 nap, gyógyszer nélkül 1 hét, amíg meggyógyulunk. Fontos tudni viszont, hogy felülfertőzés esetén vagy egyéb társult betegségek függvényében elengedhetetlen. Bevételének szabályaival legtöbbünk azonban nincs tisztában, ezért ha helytelenül használjuk őket, komoly veszélyeknek lehet kitéve az egészségünk, figyelmeztet a házi orvos. Szeretném kérni, hogyha már fölírta a házi orvos az antibiotikumot, és elkezdtük szedni, akkor azt szedjük be. Az is gyakori észrevettük, hogy egy-két napig szedi a beteg az antibiotikumot, elfogy néhány szem mondjuk a 14-ből, és elhagyja, hiszen már jól vagyok, meggyógyultam. Na most akkor ezért két butaság volt, egyrészt ugye feltétlenül nem is kellett volna antibiotikum, ha anélkül néhány szemet meggyógyulunk, ráadásul ha elhagyjuk az antibiotikumot idő előtt, akkor viszont kitenyésztünk magunkba egy olyan baktérium törzset, ami ellenálló lesz erre a típusú antibiotikumra, és ez egy nagyon komoly probléma, világszintű probléma. A veszély óriási, hiszen az antibiotikumok aggasztó tempóban veszítenek a hatékonyságukból, ugyanakkor csökken a megjelenő új készítmények száma. Egészségünk megőrzése a legnagyobb kincs, így erre is kaptunk pár hasznos tippet, hogy minél tovább távol tartsuk magunkat a nem kívánt betegségektől. Én azt javaslom mindenkinek, hogy bőséges folyadékbevitel, bőséges vitamin bevitel, illetve hát a vegyes táplálkozás, legyünk a jó levegőn, gyakori sétákkal, még akkor is, ha betegek vagyunk, és az állapotunk ezt megengedi. Viszont nyilván a tömeget akkor kerüljük, használjuk a szájmaszkot. Ez nem a Covid miatt van, ez a józan ész, tehát betegen eleve ugye a közösségben nem megyünk, tehát ahogy magunkat védjük, úgy védjük embertársainkat is.